Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban egy érdekességet hoztam nektek, illetve egy custom contentet, aminek a segítségével lovakat tudtok betenni a Simsbe. Igaz, hogy elég pici lovak, igazából póninak mondható lovakat lehet berakni. Nézzük is meg, hogy miről van szó. Az elsőt csillámnak hívják, és ő egy unikornis, mint láthatjátok, van egy szarva is és elég színes, illetve van egy lovunk is, akit villámnak hívnak, oldalt van egy villám alakú kis folt az oldalán, ő pedig így néz ki. Megmutatom, hogy hogyan néznek ki a játékban is, és azt is meg fogom mutatni, hogy hogyan lehet őket letölteni, hogyan lehet őket telepíteni, hogyha érdekel titeket. Úgyhogy, hát lássuk először is a részleteket. Nézzük meg csillámnál. Ezeket a lovakat úgy lehet előhozni, hogy a galériádból kell őket kikeresni. Ide fogja berakni, akkor, hogyha letöltötted a kiegészítőt úgy, ahogy majd megmutatom. És nagyon fontos, hogy ez az Include Custom Content ez be legyen kapcsolva, mert különben nem fogja őket mutatni. És akkor itt van az unikornisunk, illetve illetve itt van a lovunk, amit ugye úgy tudunk hozzáadni a háztartáshoz, hogy így szépen lepakoljuk. Nem tudjuk megcsinálni, úgyhogy mindenképpen a galériából kell így hozzáadni a játékhoz, mert uh, nem fog így kinézni, hogyha csak simán megpróbálod elkészíteni. Valami az orrával van amúgy trükk, hogy fehérre van megcsinálva. Hát nem tudom, hogy ezt pontosan hogy csinálták meg az, aki csinálta, mert uh, Hát látjátok, elszínezni nem tudom az orrát. Nagyon fontos, hogy ezekkel a színekkel nem tudjátok teljesen átszínezni a lovat. Mint láthatjátok, ez a barna rész ez továbbra is benne van, mert ez a paint módban van belefestve, viszont hogyha leveszitek róla a festéket, akkor eltűnnek ezek a kiegészítők, úgyhogy semmiképpen sem tegyétek ezt, hanem ha szeretnétek átszínezni, akkor bementek a paint módba, és ott színezitek át, ahogy ti szeretnétek, akár fehérre, akár feketére, mint ahogy azt én is megtettem a másik ló esetében és ebben az esetben tűnik el róla ez a barnás rész, más esetben ez ugye mindig rajta van, mert itt van ráadva, úgyhogy ez nem tűnik el egyéb esetben. Most csak ennyit csináltam meg. Látjátok, így működőképes a dolog, így ugyanolyan marad. Tehát levenni nem lehet, a fajtáját átállítani, hát a testalkatát azt át lehet állítani, a farkincája ugye az így ki van választva, hogy lószerű legyen. A ször hosszúsága változtatható szintén, de a fajtáját, ha megpróbáljátok átállítani, azt hiszem, hogy akkor már nem fog működni úgy a dolog, tehát látjátok, akkor már elég furcsán néz ki, ezért érdemes meghagyni azt a fajta verziót, ami akkor van, amikor letöltöd. mert úgy lesz igazán ló kinézete, illetve a paint módban tudod átszínezni. A többi dolgot akkor most megmutatnám az unikornisnál. A többi dolog, ami lóvá teszi ugye ezeket az állatkákat, amik elvileg útják, de most lónak néznek ki, illetve kispóninak, a ruházati résznél találhatóak. Itt van ugyanis a szarv és a sörény, Ezeket lehet változtatgatni is. Többféle van. Illetve itt lehet a patákat is állítani. Ettől lesz patája, és nem pedig lába. Ettől lesz lószerű. És az utolsó dolog ugye az a farkincelje, szóval ezeket lehet így pluszban rátenni, és akkor lesz ilyen ló kinézete mind a kettőnek. Még megmutatom, hogy hogy néznek majd ki a játékban, illetve hogy hogyan lehet őket telepíteni. Először megmutatom a telepítést, utána pedig megnézhetjük, hogy hogy néznek ki majd a játékban. Az állatokat erről a weboldalról töltöttem le, majd a leírásban megtaláljátok hozzá a linket. Itt az Animals-nél a CC animals -ra ha rámentek, akkor hozzá elő ezt a weboldalt, mint láthatjátok, többféle állat is van itt. Ha szeretnétek, hogy bemutassam még valamelyiket, akkor írjátok meg a komment szekcióba, hogy melyik legyen az. Itt le tudjátok tölteni a lovat, illetve az unikornist is. Rákattintotok, hogy download, illetve itt is tintotok és rögtön letölti egy kis tömörített verzióba. A fájt, amit letöltöttetek, ki kell tömöríteni. És ezt az öt darab fajt be kell tenni az Electronic Arts tray mappájába. Ugye itt vagyunk az Electronic Arts mappába ami a dokumentumokban van. Sims 4 tray, és ide be kell másolni. Én elkövettem elsőre azt a hibát, hogy egy külön mappába tettem be, így nem működik, tehát mindenképpen ide be kell másolni. Ide be kell illeszteni ezeket a fájlokat, és akkor itt látjátok, hogy szépen beillesztődtek. Ezután visszamegyünk a mappába, majd jöhet ez a Mods nevű mappa. Ezeket viszont már lehet túl másolni, át lehet nevezni, hogy ezért az Unicorn is, mert azt hiszem pont ez az Unicorn is. Majd ezt is másoljuk. Szintén visszamegyünk a dokumentumokba. Itt vagyunk az elektronikász mappába, és a módsz mappába, ahol látjátok nekem már elég sok módba van illesztve, ide be tudjátok ezt illeszteni, és így fog bekerülni a játékba. Fontos, hogyha azt akarjátok, hogy látszódjon a ló a játékban, akkor mindenképpen ezt be kell pipálni. Ez pedig, ha ide rá akkor található meg az options és az Other fülnél. Ha bepipáltátok, utána mindenképpen újra kell indítani a játékot, hogyha előtte nem volt bepipálva, hogy elfogadja a változásokat, és akkor találjátok meg itt a galériában majd a lovat. Itt is vagyunk a játékban, itt néz ki a két ló. Itt van csillám, és itt van villám. Szerintem tudnak úszni is. Nézzük meg csillámmal. Hát fél a víztől. Esetleg akkor villámmal, ő is fél a vízta. Jó, hát úgy látszik, hogy azon az úrlajdonságban náluk beállítva, hogy félnek mindentől, és akkor így nem mennek be a vízbe. Nagyon trükkös. Viszont meg tudjuk őket fésülni. Igazából ugyanazokat a dolgokat tudjuk csinálni náluk, mint a kutyáknál. Így néznek ki. De kinézettük az egész pacis. Tudunk velük játszani is, megsimogatni őket, megölelgetni. El tudunk menni velük sétálni, futni. Még a kanapére is fel tudnak menni. Hát a vízben nincs kedvük bemenni, de ez valószínűleg a tulajdonságuknak köszönhető. Viszont el tudunk velük menni, futni is, meg sétálni, és akár csak a kutyáknál. Így lehet velük futni, is, akár. Hát igazából ugye nem lovak. De úgy néznek ki, szerintem nagyon aranyosak. Úgyhogy igazi ló élményt sajnos nem tudnak adni ezek a kis állatkák, viszont hogyha szeretnétek mégis lovakat csempészni a sims akkor ezek nagyon jók lehetnek erre. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, like ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!